buzogány szerenkénti döntője. A buzogányok pedig itt egy pillanatra láttunk egy kis rózsaszín buzogánypárt, és ott megvillannak majd a szőnyeg mellett több helyen is, hogyha esetleg valaki elejteni a szert, akkor ezzel tudja pótolni. A fehér rossz Katerina Halkina már a szőnyegen. A hetedik helyen jutott ide. Pörgeti, megfogja, és onnan egyből dobja tovább. Nem könnyű. Nekem nem volt most ez annyira átütő gyakorlat. Megcsinált sok mindent benne, de... Ugye neki is ez már a harmadik szerenkénti döntője. Labdával az ötödik lett karikával, labdával a nyolcadik lett karikával, pedig az ötödik. Ez azért elég fárasztó, nem véletlenül ilyen sokat edzenek. Igen. Fel kell készülni erre, hogy itt azért extra terhelés következik egy-egy ilyen döntőben, meg egy ilyen hétvégén is. Igen, meg hát egy verseny van, úgyhogy 4 órás, 5-6 órás is lehet, attól függ, hogy hányan vannak. Hát ezt végig kell neki ilyenkor edzenie, vagy versenyeznie. Tehát előtte még melegítenek, azért jellemző az, hogy egy verseny előtt 2 órával a kezdés előtt elkezdenek melegíteni, mert ugye tréningeznek, vagy balettoznak, ugrásokat csinálnak, egyensúlyokat szer nélkül, és utána szert vesznek, és akkor elkezdik gyakorolni a gyakorlataikat. Ugye azt is hallottuk, hogy a selejtezők